Az év első felében még az Extraligában szerepelt a nyírbátori csapat, azaz az ország legjobbjai ellen állhattak asztalhoz a játékosok. A Majoros Bence és Varga Zoltán által vezérelt együttes meg is felelt az elvárásoknak, a 8. helyen végezve sorozatban harmadszor maradt bent a nyírbátori asa a legmagasabb osztályban. Az Extraligában biztos bennmaradást tűztük ki célul, ez maradéktalanul teljesült, azon kívül az utánpótlás nevelésünk volt számunkra az elsődleges, és azt gondolom, hogy ezen a téren is előre tudtunk lépni, hiszen olyan eredményeket értünk el, ami azt gondolom, hogy reprezentálja a nyírbátori utánpótlás edzésközpont munkáját. Többek között gondolok itt Majoros Bence a ifjúsági magyar bajnokságon 3 számba indult, mind a 3-ba aranyéremmel zárta, de ezen kívül a Molnár Dávid, Tölgyes Dorottya, Tóth Gabi is nagyon szép eredményekkel kedveskedett a nyírbátori sportszeretőknek. Nyáron lezárult egy fejezet a csapat életében, Majoros Bence ugyanis fejlődés érdekében Németországba igazolt, így nevelő egyesületénél módosítani kellett a célokat. Mivel egy extra klasszis gyerekről van szó, nem is akartuk meggátolni, hogy ő eléri azt a pályát, amire úgy gondolom, hogy a tehetsége mindenképpen biztosítéka lehet. Ezért azt gondoltuk, hogy ha már ekkora ajánlatot kapott, hogy Németországba ki tud igazolni Európa egyik legjobb edzésközpontjába, akkor mindenképpen nekünk el kell engedjük a kezét, és útjára kell bocsájtsuk. És azt hiszem, hogy ezzel viszont már nem tudtunk megbirkózni az extraligás szereplést illetően, és inkább az a döntés született, hogy Varga Zolit és Majoros Bencét akkor elengedjük, és építkezünk újra egy másik generációból, és nagyon reméljük, hogy pár éven belül vissza fogunk tudni kerülni az extraligába. A nyírbátori Jasa egyelőre az utolsó, 10. helyen áll az NB1 keleti csoportjában. Tavasszal a közelmúltban igazolt Németh János segítségével léphet előre az együttes, amelynek a sportágért és a városért végzett tevékenységét október 23-án Pro Urbe díjjal ismerte el nyírbátor önkormányzata.